Emlékezők érkeznek az Erzsébet-ligetbe, emlékezve 1745. május 6-ára, a Jászkó redemció napjára. Mária Terézia ekkor adta ki azt az oklevelet, amely kinyilvánította, hogy az akkori Jászkun 3-as kerület lakossága megváltotta a korábbi szabadság jogait. Karcagon kötelességünk megemlékezni a redemció napjáról, hiszen tisztelettel és főhajtással tartozunk elődeinknek, a Jász és Kun városok, területek vezetőinek, egyházi méltóságainak, az országos delegáltaknak, a redemptusok leszármazottainak, az egykori és mai hagyományőrzőknek, a Jász és Kun kapitányoknak, hiszen nekik köszönhetjük, hogy ma együtt ünnepelhetünk. A redemció emléknapja a Jászok és Kunok küzdelmére és kitartására emlékeztet bennünket. Arra, hogy őseink, ha áldozatok árán is, de mindig kivívták függetlenségüket. A Jászkun kerület a redemció alatt is megőrizte sajátos kulturális örökségét, amely az ön megváltás után tovább erősödött. Sokan mondják azt, hogy makacsok, öntudatosak, szabadság szeretők vagyunk. Nagyon erős az összetartozás tudat, a becsületes, dolgos munkának a megbecsülése, szókimondó, nem szolgalelkű emberek élnek a tájon, és általában nagyon büszkék Nagykun, Jászkunsági mi voltukra, és ezek a tulajdonságok ma is megvannak. Van egy ősi alkotó erő, amely a kunkapukhoz és más alkotásokhoz hasonló teljesítményekre ösztönöz bennünket. A redemció emléknapján avatták fel az Erzsébet-liget kunkapuit: Andrássy Ferenc, Dobra Imre, Zuppál, Király Ferenc, Csontos György, Sinka István és Moldva István alkotásait. A karcagi fedeles kiskaput nevezzük kunkapunak. Az 1870-es évek után a paraszgazdák tölgyfából, illetve akázfából faragott fedeles kiskaput és oszlopos nagykapukkal ékesítették bejárataikat. Ez a kapugyűjtemény nem csak a múltról szól, hanem minden elemében a jövőről is. Ezek az alkotások az emberről szólnak úgy, hogy hatalmas kunsági népművészetünket őrzik. A Magyarországgyűlés 2014. február 4-én nyilvánította május 6-át a redemció emléknapjává.